Megkezdték Pécsen a vetési varjúfészkek eltávolítását. A madarak a város több pontján is szennyezik a közterületeket, így a Baranya megyei kormányhivatal engedélyével most így próbálják orvosolni a helyzetet. Mivel rengeteg szárnyas lepi el Pécset, sokakat zavarhat a jelenlétük. A szakember szerint azonban az állomány ritkítására nincs jó megoldás. Viszont azt tudjuk, hogy ez a fészek eltávolítás, illetve a fák csonkolása már 10 éve tart Pécsen, és a város üzemeltetés áldásos tevékenységének köszönhetően a varjúállomány nem, hogy csak csökkent a városban, kb. 320 pár volt 2012-ben, hanem a háromszorosára növekedett. Tehát az égvilágon semmilyen eredményt nem értek el vele, csak azt, hogy még jobban szétszórták a varjakat a város területén. Például korábban Uránvárosban nem fészkeltek a varjak, most már több kisebb telep van ott is. Tehát azzal, hogy eltávolítják a fészkeket, még jobban szétszórják a varjakat, és ezáltal még nagyobb területet fognak beteríteni a madarak, és még több helyen fognak problémát okozni. De vajon mit lehetne tenni annak érdekében, hogy mégis kevesebb varjú térjen vissza a városba? Azt tudni kell, hogy ezek a varjak már nem fognak külterületekre visszatelepedni, hisz az intenzív mezőgazdálkodás következtében már nincs megfelelő mennyiségű táplálék a külterületeken a varjak számára. A városi varjak a városi szeméten élnek. Gyakorlatilag lehet látni, hogy reggelente végigfésülik a közterületeket, és amit ott találnak, különböző táplálékmaradványokat összeszedik és elfogyasztják. Kukáznak a varjak, tehát a nem lezárt nagy tároló edényekből szépen kiszórják a maradékot, és elfogyasztják. Tehát egy zárt rendszerű hulladékgyűjtés talán valamennyire segítene csökkenteni a varjak létszámát, hisz amíg van megfelelő mennyiségű táplálék, és azért még elég sok magas fa is maradt Pécsen, addig a varjak tudnak hol fészkelni, és tudnak megfelelő mennyiségű táplálékot találni, ezáltal nem fog csökkenni a számuk. A vetési varjú egyébként védett állat, hívta fel a figyelmet Bank László. Miért lett védett egyáltalán? Hisz az 1980-as években Magyarországon 4 millió pár vetési varjú fészkelt, Baranyában közel 19 000 pár. Akkor egy kíméletlen üldözésnek lettek kitéve a madarak, és ennek következtében a tized részére csökkent a számuk. Baranyában még lényegesebb volt a csökkenés, hisz amikor észbe kaptunk 1997-ben, amikor megint egy megyei szintű felmérést végeztünk, mindössze 559 pár varjú maradt. De ezek a varjak már mind lakott területeken fészkeltek, hisz ott találtak valamennyi kis védelmet a korábbi üldöztetések miatt. Na most azzal, hogy a varjú állomány így lecsökkent a külterületeken, gyakorlatilag csökkent a vércse állomány, csökkent az erdei fülesbagoly állomány is, hisz ezek a fajok nem fészeképítő fajok, és főleg varjú fészkekben fészkelnek. És így a végül is ezt felismerve a természetvédelem, 2001-ben a vetési varjot védetté nyilvánította. Ezért az is volt fontos, mert például egy olyan faj, mint a kék vércse, főleg a pusztai élőhelyeken varjúfészkekben, varjúfészek telepeken költenek, és nagyon lecsökkent a kékvércse állományunk. És azzal, hogy valamilyen szinten sikerül stabilizálni a varjúállományt, illetve hát külön kékvércse védelmi programok is beindultak, ezért így a kékvércse állományt is sikerült közel háromszorosára növelni. A madarak költési időszakában, vagyis április 30-ától egyébként csak a varjak riasztása lehetséges. Ez azt jelenti, hogy a szakemberek a védendő objektumok, tehát a forgalmas járdák, játszóterek, utcabútorok felett elhelyezkedő fészek kezdeményeket eddig a napig távolíthatják el. A munkát az illetékes hatóság folyamatos tájékoztatása mellett végzik a Biokom szakemberei.